Az Ökojáték környezettudatos élményprogram sorozat 10 évvel ezelőtt indult, azóta az egész országot bejárta a kezdetben 5 fős pedagógus csapat. Az utazó játszóház célja, hogy tanrenden kívül játékosan tanítsák meg a gyerekeknek a környezetvédelem és tudatosság legalapvetőbb lépéseit, és felhívják a kicsik figyelmét a fenntartható fejlődés egy-egy témakörére. Most azonban a pedagógusok számára tartottak szakmai napot. Segítjük egymást, közösen ötletelünk, ki mit látott, ki mit gondolt, ki mit talált ki. Ez mindig egy alkotó munka, mert 10 éve van az Ökojáték program, de 10 éve ez egy folyamatos alkotó program, és így sokféle pedagógus csatlakozik az ország különböző pontjáról hozzánk, és együtt közösen gondolkozunk. Mindenkit kell tanítani, és mindenkinek kell tanulnia, a kisgyerekeknek mindenképpen, hiszen ők azok, akik az a felnövekvő generáció lesz, akik majd ugye felelősek lesznek, mi is felelősek vagyunk, hogy mit adunk át, de ők is, hogy ők hogyan adják tovább a természetünket, kincseinket, úgyhogy őket is tanítani kell, és érdekes, hogy a gyerek is mindig tanítja a saját családját, a saját szüleit. Több 100 pedagógus és több 1000 gyermek vett részt az elmúlt években az Ökojáték élményprogramokon. A tapasztalatok szerint nem csak a gyerekek, a szülők is szívesen tanulnak játszva. A legegyszerűbb gyereknyelven mindig a hulladékgazdálkodás kérdése, ez az, amivel a hétköznapi életében találkozik a legegyszerűbb módon, úgyhogy szelektív hulladékgyűjtés mindig innen indul minden, de hát szinte majdnem ez is az alapja mindennek. De azért beszélgetünk sok mindenről, a víz kérdéséről, éghajlatváltozásról, fenntarthatóságról, megújuló energiákról, egyáltalában milyen energiafajták vannak. Nagyon nyitottak és érdeklődőek a gyerekek, de minden tudás jobban megmarad, hogyha a saját aktivitásán keresztül, a saját sikerélményen keresztül megélve rögzül benne az a tudás, amit mi próbálunk átadni. A szakmai napon egy mágnes táblát mutattak be a résztvevő pedagógusoknak, amely az Energiaház nevet kapta. Ezen kívül digitális játékokat is kipróbálhattak, valamint csoportos feladatokat oldottak meg a tréning végén.